legnépszerűbb brit írónő. Több mint 100 regényéből készült tévéváltozat. Leszel a felesége. Esték Rosamund Pilcherrel minden kedden 20 órakor csak a Romance TV-ben. Romance TV. Szerelmes pillanatok. Long Islandi nyár. Magyar hangok. Tamási Nikolett, Mózer Károly, Markovics Tamás. Hudson! Hudson! Hogy te milyen lusta, haszontalan kutya vagy? Nincs reggeli, míg ezek a szórólapok el nem fogynak. Gyere szépen! Munkát Sági Tímea. Különben nincs fánk. Várdai Zoltán. Forgatókönyv Jane Ainsco. Zene Karim Sebastian Elias. Fényképezte Frank Lam. Rendezte Sibir Hafel. A fenébe! Gyere csak ide! Te föltelmes kolbászabáló! Most megvagy! Az ön helyében ezt nem csinálnám. Rávenné a jószágát, hogy elengedjen végre. Hudson, Funk! Gyere, ez az! Ügyes! Ügyes fiú! Ügyes. Ügyes fiú. A kávém elsőfokú égési sérüléseket okozott, oda a reggelim. És a 390 dolláros melegítőm is. 390 dollár? Ki az a hülye, aki 390 dollárt ad egy jogging felsőért? Igazából 399 dollár 99 cent volt, csak nem akartam kérkedni. Nick. Holly. Meghívhatnám ma este vacsorázni? Mondjuk jóvá tenni a támadást. Inkább kifizetem a joggingot. Hát azonnal már mindent megbeszéltem. Vele? Már csak a száma kellene. Jó reggelt, Long Island ingatlan ügynökség. Miben segíthetek? Brooks szeretné, ha a Bridgeportihez megjelenne az újságban. Doyle-nak kellenek a Reiner ingatlan dokumentumai, és Harvey is telefonált. Szivárgást észlelt a medencénél. Küldje ki Tomot és a fiúkat. És Jacqueline? Ha egy vonzó, középkorú férfi életed elén szeretne elvinni egy lányt vacsorázni, hogy meghódítsa őt, melyik éttermet választaná? Latitude. Latitude? Remek. Ma este 9 óra a két személyre. És rendeljen egy kosár fánkot is. De te utálod a fánkot. Én 3-kor elmegyek. Érkezik a testvérem Ben. Az ördögöt pakoltál ebbe. Nick, még mindig úgy nyafogsz, mint egy kislány. A könyveim vannak benne. Yuki, te vén kobold. Te sem leszel már fiatalabb. Lassan olyan vagy, mint egy vén lány. És? Meddig maradsz? Még nem tudom. Semmihez sem nyúltunk benne. Minden úgy van, ahogy az édesapád hagyta.
Nemrég kezdett el egy új regényt írni. A tiéd lehet. Köszönöm, de nincs időm olvasni. Talán eladom a házat. Eladod? És ezekkel mit csinálsz? Elégetem. Elégeted? Mondod ezt, mint író? Minden a régi, ugye? Sajnálom, ami az apáddal történt. Tengerbe szórni a hamvait? Majd megkapod a temetés helyének pontos koordinátáit. Ez volt a végakarata. Jön még valaki? Nem. Így akarta. Philip Goldman, földi utad itt véget ért. Új vizekre vezel. Hol van? Megölöm! Tessék! Ha látod, mondd meg neki, hogy ne kerüljön a szemem elé! Elment már. Albert, mióta bujkálsz te ott? Inkább nem akarom tudni. Hű, elmész? Igen. Winston, most azonnal gyere le és fogjál neki tanulni. Csak nem Randy. Talán. George, a te feladatod kivinni ezt az átkozott szemetet. Miért nem csinálod már meg? Mert te úgyis megcsinálod. Több tiszteletet, bratyó. Neked egy tisztességes állás kell, Holly, nem egy férfi. Tudom, miről beszélek. Nézd csak rám. Anya, talán jobb lenne, ha ez az enyém lenne. Ezt nem hiszem el. Megvagy! De nehogy, hogy elvegyem a kedvedet. Mindig egy randival kezdődik. Aztán ki tudja, hogy ér véget, ugye? Ez csak egy vacsora, Joy. Ráadásul nem is az esetem. Na persze. Annyira. Te tudtad, hogy volt egy másik felesége is? Igen, anya elmondta. De őt annyira nem érdekelte. Mindennek ellenére szerette apádat. Már egy éve nem beszéltem vele. Komolyan? Nem volt mondani valónk egymásnak. Aztán egy idő után már nem is próbálkoztunk. Nézd csak magadat. Nem csoda, hogy olyan szomorú könyveket írsz. Mi az? Csak most jön a java. Jó estét, uram. Szia. Hová lettek a rusztikus kocsmák? Azt hittem, az emberek itt a víz mellett találkoznak. Kiülnek a partra és rákot esznek. Minden bizonnyal valami ősrégi úti kalauzt olvastál. Hudson. Ősz.
Most mi olyan vicces? Feltárom előtted legféltettebb titkaimat. A karaokéről nem éppen a legféltettebb titok jut eszembe. Csak szerintem annyira... Én imádom a karaokét. Úgyhogy vedd komolyan, mintha a közös jövőnk függne tőle. Régi módi. És nem férfias. Hát jó, Miss Tökéletes. És te milyen sötét titkot őrzöl? Fotoszintézist. Mi az a fotoszintézis? Fény, fa, oxigén. Kertépítész vagyok. Hát ez nagyszerű. De mit keresel itt? A barátnőm, akinek régen dolgoztam, azt mondta, Long Islanden gyönyörű kertek, elképesztő alkotások vannak. És szerinte itt él a legtöbb költő és művész az egész világon. Ilyet még sosem csináltam. Rajta! Gyerünk, vásszát! És mi van, ha tetten érnek? Ne légy már annyira negatív. Istenem! Nem tudom, hogy boldogul Joy egyedül a három fiúval. Három fiú? Az nem semmi. Mi csak ketten voltunk öcsémmel, de így is sokszor az őrületbe kergettük anyámat. Van testvéred? Nem gondoltam volna. Azt hittem, egy öntelt, elkényeztetett egyke vagy. Ó, ez ám az őszinteség. Csak fél testvérek vagyunk. Jól kijöttök? Most már igen. Kissé bonyolult. Keresek neked egy lakást, ha szeretnéd. Köszönöm. Csak pár hónapra kellene. És utána? Megyek tovább. Hová? Ahol a tavasz és a nyár találkozik. Argentínába. Talán. És mi lenne, ha a Long Islandi nyár idén egy picit tovább tartana? Mennyivel tovább? Örökké. 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 Fiatal vagyok még az örökkéhez. Na jó. Én fürdök egyet. Ne! Legalább egy éjszakára maradj. Ez a te házad. Azt hiszem.
Holly Wolf, kertépítő. A sípszó után hagyjon üzenetet. Jó napot, a kertem miatt telefonálok. A címem Millpoint Drive 28. Örülnék, ha ma vagy holnap eljönne. Egész nap itthon leszek. Reggelit. Majd máskor. Really want, must try and try. Ooh. Pillanat. Nem működik a csengő. Holly Wolf. Keresett a kert miatt. Nézd, de akár később is visszajöhetek. Ne. A kert hátul van, balra. Ez a kert csodás. Fűrészelni is tud? Egy pár ágat le kellene vágni és rendet rakni. Persze. Mit csinálsz te itt? Annyira szomorúan állt ott az ajtóban. Remélem, nem gond. Elnézést, nem fogja fel, hogy ő egy kutya. Jó napot, Yuki vagyok. Én intézek mindent a ház körül. Bocsásson meg. Üljön le, már is hozok egy törölközőt. Természetesen. Miss Holly épp lakást keres. Felajánlottam neki az öreg vendégházat kint a kertben. Nem. Az kizárt. Egyedül akarok itt lakni. Semmi gond. Egyáltalán nem szeretnék zavarni. Akkor... Mikor tudna a kertben kezdeni? Akár már holnap. Gondoltam, hogy eladom a házat, és ha eladom, szeretném, hogy a kert rendezett legyen.
Remek. Akkor holnap. Viszlát. Hudson, gyere! Viszlát! Édes nem fia. Most, jó? Ez a te otthonod. Nem lehet csak úgy eladni. És miért lett volna baj, ha beköltözik az öreg házba? Senki sem használja, ott áll üresen. Tudom. Nem veled akar egy fedél alatt élni. Mami, most már komolyan, engedj ki minket. Mami, viszket az orrom. Mi most sétálunk egyet, de ne aggódjatok. Mire jön a dagá, én is visszaérek. Mami! 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 Nick azt mondta, jelentkezni fog. Majd. Akkor jól sikerült a randi. Képtelen vagyok kiverni a fejemből. Akkor miért nem hívott fel te? Nincs meg a telefonszáma. Akkor kénytelen leszel még egy picit türelmes lenni. És hogy néz ki ez a Nick? Magas? Szikár? Sötét haj. Kék szemek. Gyönyörű kék szemek. De hát ki tudja. Szerinted felhív? Nem. Szerintem inkább eljön érted és elrabol. Nick! Miért nincs mobilod, mint mindenki másnak? Mert eddig még nem kellett. Nézd csak, a srác apja írta, akinek dolgozom. Philip Goldman. Ismerem őt. 70 elmúlt már, de jó csávú. Jó napot. Jó napot. Miben segíthetek? A környék kertjeiről szeretnék egy könyvet. Építészet, történelem. Tudna ebben segíteni? Hát persze. Vagy talán mégsem, vagyis... Úgy értem, talán lehet, hogy nem éppen ilyen könyvet keres. Parancsoljon, ez minden, ami nálunk van. Hogyha többet szeretne tudni, talán érdemes lenne inkább a könyvtárba menni. Elnézést egy pillanat. Joy? Joy Shepherd? Ezt nem hiszem el. Én vagyok, az Carl. Carl Johnson. Főiskola első év irodalomszakon. Nem emlékszel rám? Carl Johnson? De hát neked... Bizony, szemüvegem volt, jó vastag, fekete kerettel, borzalmas volt. Annyira örülök, hogy újra látlak. Úgy szerettem volna tudni, mi történt veled, de eltűntél. Nézzük meg, mi ez? Szerettem volna tudni, nézzük. Hogy... Azonnal abba hagyni, fiúk! El a kezekkel, George! Kell jobb válasz a kérdésedre? Na, most már elég. Indulás. Irodalmi kör, ezt komolyan nem hiszem el. Minden héten egy új könyvet elolvasni. Nem muszáj eljönnöd. Ő az. Ki? Ő Benjamin Goldman.
Mit keresel? Küldtem apának egy könyvet. Ki sem bontotta. Egy sört kérek. Nagyon fontos lenne, hogy a szerződést még ma megkössük. Én sem látom értelmét a halogatás. Bocsásson meg. Fel tudná hívni Holly-t? Úgy látom, egy hamar nem szabad. Természetesen. Bocsássanak meg. Köszönöm. Az lenne a legjobb, ha... Halló? Jacqueline vagyok, Nick titkárnője. Igen? A főnököm azt üzeni, hogy az üzleti megbeszélés miatt késni fog. De akkor mikor fog jönni? Nehéz megmondani. Majd ő jelentkezik. Értem. Köszönöm. Nincs mit. De csinos valaki. Tovább kell maradnia. Fontos megbeszélés. Már is üzleti úton van. Ráadásul nem is ő hívott fel, hanem a titkárnője, Jacqueline. Én a helyedben hagynám Mr. Nagyon Fontost izzadni. Édesem, menni fog. Szükségem lenne pár kiegészítőre. Főleg a futórózsáknak. Valóban? Yukinak igaza volt. Az a ház tényleg csak ott áll üresen. Ha esetleg még érdekli. Igen. Felírom önnek Yuki telefonszámát, majd ő mindenben segít. Köszönöm. Nos, ez lenne az. Fiúk, hagyjátok már abba! Hagyja csak. Nem bírná sokáig. Ha segítségre van szüksége, Goldman úr mindig itthon van. Köszönöm, boldog. Igen? Köszönöm. Mutathatok valamit? 1890-ben egy lánytestvérpár vette meg a házat nyári rezidenciának, és teljesen felújították a kertet. Nem sok infó maradt róla, de valahogy így nézhetett ki. Long Island egyik legszebb kertje volt. Az üvegházban kaméliákat neveltek. Így télen is gyönyörködhettek benne. Most vissza kell mennem dolgozni. Nem valami udvarias, ugye tudja? Igen.
lights go out and I'm all alone when I look into the night. Nem veszi fel? Mi van, ha már is elfelejtett? És ha igen, nem mindegy. Igen? Ben? Rendben, mindjárt ott vagyok. Aj, de jó, hogy itt vagy. Mi van veled? Már nem bírok gondolkodni sem. Sem lélegezni, és már enni sem. És ez mind Yuki hibája, mert mindig ki kell találnia valami okosságot. Miről is van szó? A csoda szép haja. Ahogy hátra tesz egy kósza pincset, amikor koncentrál. És amikor rajzol, a végtelen kíváncsisága, a nevetése. Mikor ránézek, mintha ezer éve ismerném már. Nagyon súlyosnak hangzik. És ami a legrosszabb, hogy egyszerűen képtelen nemet elfogadni válaszként. El sem hiszem, hogy szerelmes vagy. Újra elkezdtem verseket írni. Gyere csak. Gyere már. Ő persze nem tudja, hogy én. Nézd, de ő az. Kiviszed neki? Vissza kell mennem az irodába. De vidd ki előbb a kávét neki. Majd mondd el, mit gondolsz róla. Holly, ne ijedj meg. Tégy úgy, mintha nem ismernénk egymást. Mit csinálsz te itt? Azt most nem tudom elmondani. Ben a testvérem. Átjönnél majd később? Mindent elmesélek. Hiányoztál. Hudson, te most itt maradsz. Micsoda? Egyáltalán nem vetted észre? Nem. Szerelmes. Eddig szinte szóba sem állt velem. Annyira kiállhatatlan és arrogáns, ha mégis beszél velem, olyan, mintha más bolygón lenne. Vagy... Valamit csak tettél vele, hogy ennyire beléd zúgott. Nick, ez nem vicces. Nem csak a testvéred, hanem az én munkaadóm is. Minden nap látom. Annyira kellemetlen. Meséltél rólunk? Ez nem olyan egyszerű. Miért? Majd elmondom. Ígérem. Csak még sosem láttam őt így. Hudson.
Ő is beléd zúgott. Ez annyira aranyos. Ez annyira abszurd. Azt hittem, az idegeire megyek. Joy! Szia! Szia, Carl! Carl! Később beszélünk. Nem jöttél el az irodalmi körre? Nem, mert nem volt időm kiolvasni a könyvet. Azt már nem is kell. Odaadom az enyémet. 2 hét múlva lesz a következő alkalom. Tudod, Carl, én túlságosan elfoglalt vagyok egy ilyen irodalmi körhöz. És mikor találkozunk az grillezőjében? Ne haragudj, de nem hiszem, hogy lesz rá időm. Úgy tűnik, én jobban emlékszem rád, mint te ér rám. Te csak egy szemüveges tréberre emlékszel. Én viszont egy gyönyörű, szép fiatal lányra emlékszem, aki sokkal intelligensebb volt, és többet tudott az irodalomról, mint bárki más, akit valaha ismertem. Te részek vagy? Mit csináltál? Sportoltam. A nyakizmod kemény, mint a kő. Adok egy izomlazító injekciót. Rendben? Ez majd megoldja a gondot. Vigyázz! Nem a Chicagói Egyetemen kellene lenned? Abba hagytam. Kész is vagyunk. Jó. A nyírok csomóid eléggé duzzadtak. Nem vagy mostanában fáradt? De... Tulajdonképpen vashiány is okozhatja. Leveszek egy kis vért és elküldöm a laborba, rendben? Remek. Ray Charles és Van Morrison. Oh. Nem akartam megijeszteni. A szüleim sokszor hallgatták ezt a dalt, amikor gyerek voltam. Kaméliák. Térre. Akkor csak meghallotta. Elképzeltem, ahogy együtt táncolunk. De nekem koszos a kezem. A kezem, elnézést. There is sometimes a little pain. It'll pass if you just wait for me. Oh, please wait for me. Wait for me. Oh, please, baby. Please, won't you wait for me? Oh, yeah. Akkor holnap? Egy pillanat. Most azonnal mondd el neki, mi van köztünk. Természetesen. Nem. Ön is elvégezheti, igen. Jelentős összeget spórol vele.
Akkor átküldöm a dokumentumokat, és majd keres, ha mellettünk dönt. Viszlát. Megmondom neki. Vasárnap krikettezni megyek. Vasárnap? Miért nem most? Nehéz kimondani, hogy Holly a barátnőm, ha? Nem mondhatom el neki egy SMS-ben. Addig próbálj meg a lehető legcsúnyábban kinézni. Mondjuk, ne mosd fogat, ne vágd le a lábujjkörmödet. Sántíts. És mi van a belső értékeimmel? Az értékeiddel? Felejtsd el. Vasárnap. Én dolgozom neki, én! Mint régen, ugye? Emlékszel? Órákon keresztül próbálta elmagyarázni a szabályokat. Igen. Még a festék száradást is izgalmasabb lett volna nézni. Újra elkezdtem a könyveit olvasni. Most, hogy nem él, teljesen más. Azon kapom magam, hogy válaszokat keresek. Valakiről beszélnünk kellene. A kertészlányról. Felejtsd el. Felejtsd el, amit mondtam. Miért? Idióta vagyok. Táncoltam vele. És? Semmi és. Elmenekült. Annak alapos oka. Mondom, felejtsd el, rendben? Remélem, gyorsan végzünk. Mi én a nem baj? Nem sietek sehová. Leukémián van. Tessék? És mióta tudod? Csak pár napja. Miért nem hívtál fel? Ugye tudod, hogy ez még semmit sem jelent. Már annyira fejlett az orvostudomány, hogy a kezelések sokkal sikeresebbek, mint régen. Beszéltél már a szakorvossal? Nekem van egy ismerősöm, aki ennek a területnek... Nem akarok kezelést! Mit csinálsz? Elment az eszed? Miért nem akarod? Tudod, miről szól az én életem? Ha? Apám könyveiben keresem a magyarázatokat a kapcsolatunkra. Szerettek egy nőt, aki menekül előlem, és írok egy könyvet, amit soha az életben senki nem fog úgy elolvasni, ahogy azt én szeretném. Ezekről könnyen lemondok. Adj neki időt. Képtelen vagyok tétlenül nézni, ahogy meghal. Kellene valami, ami reményt ad neki a jövőhöz. Talán... Eszembe jutott egy megoldás. Mi lenne, ha egy ideig járnál vele? Ezt te sem akarhatod. Csak addig, amíg tart a kezelés. Neked teljesen elment az eszed? Én nem egy lakás vagyok, amit egy időre bérbe adhatsz. Majd visszaköltözöl belé.
És attól nem félsz, hogy elveszítesz? Nem kell lefeküdnöd vele, elég, ha... Biztosan nagyon éhes. Nem igazán. Pedig most is finomat főztem. Halló? Á, Don, te vagy az? Igen, igen. Már mondom is neki. Köszönöm. Elkezdődött a homár szezon. Meghívott téged. Nem inkább apát. Az egy kicsit bonyolult lenne. Na és ön? Homár? Nos, az az igazság. Remek, akkor megbeszéltük. Segítség kell neki, úgyhogy készüljenek fel egy hajózásra, jó? Tessék. Nem csónakázás. Az üvegházban azt a benyomást keltette, hogy érez irántam valamit. Istenem, nem lehetne ezt a témát már most befejezni? De igen, lehet. Csak szeretném, ha tudná, én semmit sem érzek ön iránt. Őszinte akartam lenni. Köszönöm. Barátok. Indulhatunk? Mi van? Ez az! Thank you.
finom. Sokszor voltam már itt apámmal. Kösd meg. Tele vagyok. Vihetnék Joey-nak is belőle? Persze. Ha akarod, szívesen elviszlek. Nem muszáj. Most udvarias akarok lenni, te meg nem engeded. Oké. Na. Sziasztok. Nick, te mit keresel itt? Don engem is felhívott. Kérsz egy pohár bort? Köszönöm. Még mindig haragszol? Dehogy is. Meggondoltam magam. Talán mégiscsak jól kijönnék a féltestvéreddel. És még a családban is maradna. Szerinted én élvezem? Van még tervetek? Ben, hazavisz engem. Igen, de utána találkozhatunk, ha szeretnéd. Sajnos, nekem nem jó. Hát akkor... Joy! Szeretném bemutatni Bent. Jó napot. Jó napot. De hát ön nem is olyan morcos, mint amilyennek Holly mesélte. Mesélt? Na, hogy szeszélyes, udvariatlan. Joy! Pontosan ezekkel a szavakkal. Hát akkor igazat mondott. Miért mondasz ennyi ostobaságot? Mondtad, vagy nem mondtad? Sajnálom, ami az édesapjával történt. Kimondottan bátor ember volt fehér ember létére. Vicces, hogy a jelek szerint mindenki jobban ismerte az apámat, mint én. Érted, miről beszéltem? Te vagy Holly új barátja. George! Van barátod. Tessék. Albert hol bulkál? Fogalmam sincs. Albert! Albert! Ki az az Albert? Ő a kisöcsém. Albert! George! Albert! Albert! Albert, bújj elő! Ó, egek! Albert! 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 Minden rendben? Jól vagy. Igen. Szuper. Ebből te mit művelsz? Semmit! Jól vagy. A lábam. Várj, segítek. Így jó? Nem szeretnél inkább ide jönni? Nem, köszönöm. Most már jobb. Mi a baj? Találkoztam Nickkel. Eljött a kikötőbe. És? Milyen volt újra látni a gazembert? Nagyon jó, de még fáj. Ez meg mit akar jelenteni? Nem tudom. Nagyon úgy tűnt, hogy ő is szenved. Úgy kell neki. Túl kemény voltam. Holly! Majd holnap felhívlak, jó? Holly. Igen? Köszönöm. Szia. Köszi. Hoztam neked valamit. Voltam a könyvtárban.
Én már megyek is. Bocsáss meg. Nem maradnál inkább? Úgy értem, csak mint barát. Rendben. De éhes vagyok. Viszlát, jobbulást. Inkább megpróbálom egyedül. Tegyél le! Hogy van a lábad? Jobban. Hoztam neked valamit. Látom, hogy itt lassan végzel, nekik pedig szükségük van egy jó kertészre. Te most állást akarsz ajánlani nekem? Rossz ötlet? Ben a dolgozó szobában van. Nick, talán majd egyszer. Ugye nem akarod a hajót is eladni? Szeretnéd az Isabellát? Javításra szorul. Azt hittem, ha ide jövök, sokkal több időm lesz. Mit szólnál, ha a jövő hétvégén kirándulnánk egyet a tengerhez? Megpróbálnálak századjára is megtanítani horgászni, vagy mondjam inkább, hogy utoljára? Kímélj meg. Mivel az elmúlt 15 évben ritkán találkoztunk, gondoltam, gyűjtök még egy pár szép emléket magamnak, mielőtt itt hagysz. Kivizsgáltattam magam. Úgy tűnik, alkalmas vagyok csontvelő donornak. Valóban. Tudod, mennyire szerencsés vagy? Az emberek nagy része egy örökké valóságig vár, míg sikerül megfelelő donort találni. Viselkedj már végre normálisan! Ez az én bajom! Akkor tedd meg, értem. Te vagy az egyetlen rokonom. Ha te elmész, teljesen egyedül maradok. A minap sírni láttalak. Mi viselt meg ennyire? Átlátok rajtad. Valóban? Nem, egyáltalán. És mégis mit lát? Félsz ragaszkodni, mert akkor nehéz lesz elmenni. Egy nyár, egy város, és tovább állsz. Meddig akarod még ezt csinálni?
Nem tudom. És te? Igen. Félsz a saját elvárásaidtól. Ajajaj. Már nem apukádról szól, hanem magadról. Miért nem bízol magadban? A diasztolés értéket 100 alatt van, ez azt jelenti, alacsony a vérnyomásod. De ez nem nagy gond, ne aggódj. Szóval először kemót kapok. Ki fog hullani a hajam? Nem feltétlenül. Az összes rákos sejtet el kell pusztítani a csontvelő transplantáció előtt. És utána? A transplantációt követő időszakban egy steril szobában kell laknod, míg az immunrendszere teljesen fel nem épül. Ugyanakkor gyógyszereket is kapsz, hogy a szervezeted ne lökje ki a donor sejteket. Ez idő alatt egy kis nátha is végzetes lehet. Ám a kezelés által kiválóak az esélyeid a felépülésre. Doyle telefonált. Holnapra kéri a jelentést a Gilmore projektről. De én holnap nem leszek. Nos, ezt talán hamarabb kellett volna mondani. Nem tudná egyedül megcsinálni? Nem hinném, ha csak nem szeretné elveszíteni az állását. Joy, várj meg, kérlek. Joy, mi van veled? Szerinted még nem vettem észre, hogy milyen látványosan kerülsz? Tudni szeretném, hogy miért. Szerinted te vagy az egyetlen, akit elhagytak, Joy? Miért nem kérded meg, hogy mi történt velem? Engem is elhagytak. Sőt, engem az oltár előtt hagytak el. Több mint 300 vendég előtt, Joy. Akiknek a szállására az utolsó fillérem is ráment. Carol mennyasszonyi ruhájának részletét még most is fizetem. De tudod mit? Sosem adtam fel hinni a szerelemben. Csak persze nem Carolében. A mérges fiú. Igen? Úgy volt, hogy Nickkel a tengerhez utazunk. De neki közbe jött valami. Aha. Már a kaját is becsomagoltam, de nincs kedvem egyedül menni. És? Reménytelen. Sose fog a vízbe menni.
Az mi? Hol találtad? A régi házban találtam. Gondoltam, nem baj, ha... Nem is tudtam, hogy elolvasta. Bizonyára megvette. Apukád? Igen. Semmit sem mondott neked? Nem. Miért lettél te is író? Nem lett volna könnyebb más pályát választani, mint ő? Henry Miller azt mondta, egy szót sem vetne a papírra az, akinek van bátorsága megélni, amit elképzel. Ki ér előbb a vízhez? Gyere már, te kis bátor! Nagyon hideg! Ben! 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 Segítség! Segítség! Ben! Ben! Ben, hallasz engem? A kemó miatt van. Semmi baj. Megcsinálja. Holly tudja, mi történt. Szuper. Most már mindannyian tudjuk. És hogyan tovább? Elkezdtem a kemót, és szükségem lesz a te csontvelődre. Na mi van? Azt hittem, ugrálni fogsz örömödben, hogy a nyakadon leszek még egy ideig. Örülök is. Nagyon örülök.
Félsz? Nem. Ben, igazad volt. Van valaki az életemben, aki nagyon megbántott. Ez kellemetlen volt. Sokkal jössz ezért nekem. Igen, tudom. Mikor lesz? Holnap reggel. Kell még valami? De most már menjetek. Kezdek egyre idegesebb lenni. Tudod már, hová mész? Lassan véget ér a nyár. Még nem gondolkodtam rajta. Miattam már nem kell aggódnod. Így is nagyon sokat segítettél. Azt hiszed, szánalomból tettem? Nem tudom. Valamikor azt mondtad, nem szeretsz. Nem fogok elmenni. Jó napot! 4 hét múlva a következő ellenőrzésen. Köszönöm. Eddig semmilyen immunválasz. Pedig azt hittem, allergiás vagy rám. Köszönöm. Igazán nincs mit. Hol van Holly? Azt hiszi, csak 2 hét múlva megyek haza. Várj, még hozom a cuccaimat. Tűnik, mégis életben maradok. Ben! Veled újra bízom a jövőmben. És a világon semmi sem tenne boldogabbá, ha megoszthatnám veled. Rendben. Holly. Hozzám jössz feleségül.
Holly, akarsz-e az itt jelenlévő Ben felesége lenni, vele együtt a házasság szent kötelékébe lépni? Igen, akarom. A rámruházott hatalmamnál fogva ezennel házastársakká nyilvánítalak benneteket. Szabad lesz. Muszáj beszélnünk. Rendben. Most. El akartam mondani neki mindent, de képtelen voltam rá. Ez az esküvőnk napja. Esküvő? Mennyire nevetséges. Csak addig kellett volna mellette maradnod, amíg meggyógyul. Az én hibám. Nagyon szeretlek. Te részeg vagy. Ben! Eltűnt. Ben eltűnt. Biztos meghallott minket. Mekkora egy barom. De most talán végre felnőtt. Ahelyett, hogy beszélne veled, inkább megfutamodik. Tűnj el innen. Innen! Kifelé!
így akarod megváltoztatni az életedet? Az első problémánál megfutamodsz? Ha? Gyerünk rajta, üss meg! Úgyis én vagyok a szemétláda! De tudod mit? Ha még egyszer döntenem kéne, ugyanezt tenném. A testvérem vagy! Már jóval azelőtt ismertem, hogy elkezdett nálad dolgozni. De aztán jött az átkozott betegséged! Mi a fenének jöttél ide? Megkaptad, amit akartál! Sosem nézett rám úgy, mint rád. A téged nem ismer meg. Talán már rég tovább lép. De ha összetöröd a szívét, esküszöm. Esküszöm, megöllek. Á, szóval most minden az én hibám. Hát, nem megyek vissza. Akkor minden hiába volt. Megtaláltam. Hol van? Nem akar visszajönni. Hol van Ben? Holinak. Magyar szöveg Kocsis Enikő.
Gyártásvezető Bőmanita. Hangmérnök Lang András és Herman Csilla. Szinkronrendező Sostarics Ágnes. A szinkron a Mainstream Média megbízásából a BTI stúdióban készült.